Betelt az idő. Elközelített hozzátok az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És bement Kapernaumban. És szombatnapon bement a zsinagógába, és tanított. És álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írástudók. tudók. Volt pedig abban a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt és felkiáltott. Mi dolgunk van nekünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy te, az Isten szentje. Jézus megdorgálta őt, és ezt mondta. Némulj meg, és menj ki belőle. A tisztáltalan szellem megszaggatta őt, szóval kiáltva kiment belőle és minnyáján álmélkodtak annyira, hogy egymás között kérdezgették, mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek neki. És azonnal elment a híre Galilea egész környékére. És a zsinagógából azonnal kimentek, a Simon és András házához mentek, Jakabbal és Jánossal együtt. A Simon anyósa pedig váltólázban feküdt, és azonnal szóltak neki felőle. Ő odament, felemelte annak a kezét, megdorgálta azt a hideglelést, az elhagyta, és az asszony felkelt, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, ő hozzávitték a betegeket és a démonizáltakat. És az egész város oda gyűlt vele az ajtó elé. És meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben szenvedtek és sok démont kiűzött, de nem hagyta őket szólni, mivel hogy őt ismerték. Atyám, hálát adunk neked azért, hogy elküldted őt a fiút, hogy szabadítól küldted őt el, hogy kiszabadítson minket az ellenségnek a hatalmából. Köszönöm Jézus, hogy te nem tekintetted zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő vagy, hanem kiüresítetted magad, Szolgai formát vettél fel, és lejöttél ide a Földre, miértünk. Hogy megmutasd és bemutasd az Istennek az irántunk való jóságát és szeretetét. Köszönjük, a Keresztet! Köszönjük, hogy ott magadra vetted a mi összes bűneinket, és a bűneinknek minden büntetését, sőt, te magad lettél bűné, és átokká lettél, és te lettél a betegség férfia. Hogy mi megszabadulva az ellenségeinktől félelem nélkül szolgálhassunk, te neked, Uram. Köszönöm, hogy feltámadtál és felmentél a mennybe. És a megígért Szent Szellem most is itt van, akit elküldtél, hogy ő vezessen bennünket el minden igazságra. Szent Szellem, kérlek, vegyed uralma alá a szíveket, a lelkeket. Dicsőítsd meg a názereti Jézusnak a nevét, mert így van megírva, hogy olyan név adatott neki, amely minden név felett való, amelyre minden térd meghajol. A ki a földiek és a föld alatt valóké, és minden nyelv, ami nyelvünk, Uram, örömmel vallja, hogy Te vagy Jézus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük ezt neked, Atyám. Amen. 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 Kérlek, hogy foglaljatok helyet, dicsőség az Úrnak, egy fantasztikus megváltót küldött nekünk. Amen. Ahogy fel is olvastam a Márk evangéliumának az első fejezetéből, hát Jézusnak a szolgálatáról mindent lehet mondani, de azt nem, hogy erőtlen volt. Ment és bemutatta az Istennek a szeretetét, meg az Istennek az országát. Jézusnak a neve, ezt tudjátok, mit jelent. Szabadító. Azt jelenti, hogy az Úr szabadítól küldte el a Názáreti Jézust. Amikor Jézus a Názáreti zsinagógában kiirdette a program beszédét, ez a Lukács 4-ben van leírva, és az Izsaiás profétának a 61. fejezetéből idézett a messiás, felnyitotta a tekercset, és azt mondta, az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem az Isten, hogy a szegényeknek evangéliumot, örömi hírt hirdessek. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a megkötözötteknek pedig megoldást. Hogy hirdessem, hogy eljött az Istennek az ország, az Istennek a kedves esztendeje. Jézus szabadítóul jött, és most is szabadítóul van itt közöttünk. Ő nem fogjulejteni jött, ő nem fogságba akar vinni, ő szabadítóul jött, hogy minden igát széttörjön, és ez volt, és ez most is az üzenete. Az apostolok cselekedeteiben ugyanerről azt mondja a 10. fejezet 38. verse, hogy a Názáreti Jézust mind kente fel az Isten hatalommal, és ő szerte járt, jót cselekedett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt. Azért beszélek erről, hogy ő van most itt. Ő most ugyanez az Jézus itt van közöttünk, és ugyanezt a dolgot akarja megcselekedni. János első leveleiben, harmadik fejezetében, a 18. versben pedig azt olvassuk, hogy azért jelent meg az Istennek a fia, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja. Ez is egy nagyszerű hír, nem? Eljött a szabadító, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja. Az a kérésem, hogy a Róma 5.17-et ki tudnád vetíteni, amely a napi igeként ott volt a hirdetések között. Én felolvasnám nektek ezt az igét. Amiről én ma beszélni szeretnék, az a szabadulásnak az útja, ahogyan az Isten igéből én ezt látom. Az az út, ahogyan Isten nekünk a szabadulást, a szabadítását elkészítette. Tessék, fantasztikus! És Így szól az ige, hogy látjátok is, <kül> ha egynek bűnesete állt miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább ebben az életben uralkodnak. Az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködésében részesültek. Tulajdonképpen a megváltásnak a csodája van itt leírva, ugyanis a következő történt. Nyilván ismeritek, az Ádámnak a bűnesete, igazából mi volt az Ádámnak a bűne? Az, hogy evett a fáról? szerintem az csak következmény volt. Az Ádámmal az volt a probléma, az Ádámnak az volt a bűne, hogy az Ádám figyelmen kívül hagyta az Istennek a beszédét. Az Ádámnak az volt a bűne, az embernek az volt a bűne, hogy, hogy az Isten igéjét, az Istennek a személyét megbízhatatlannak, nem követendőnek látta. Ezt nyugodtan úgy fordíthatjuk, hogy Ádám nem hitt az Istennek, hanem inkább hitt az ördögnek, illetve inkább hit a saját kívánságának, meg saját magának. És a következmény a mai napig elhatóan drámai, mert az egész emberiségnek az életébe, erről beszél itt a Róma 5.17-ben, minden egyes embernek az életébe belépett az ördögi befolyás, a pusztulás, a halál, az átok, a betegségek, az ördögnek való kiszolgáltatottsága az egész emberiségnek, úgy a társadalmaknak, a nemzeteknek, mint akár egyéni szinten is. De itt ebben az igeversben benne van a fordulat. Mégpedig a következő a fordulat, és én ezt szeretném Mondani neked, hogy a szabadulásnak az első lépése van itt leírva. Azt mondja, hogy az egynek a hitetlensége ilyen katasztrofális eredményekre vezetett. És az Isten erre a válaszul profétákat küldött el, törvényt adott, minden módon próbált az embernek a segítségére jönni, sietni. De az ember a megromlott természete miatt, mert a bűn tönkretette az emberi természetet, elszakította az Istennel való kapcsolatból, nem volt képes ezeket a segítségeket elfogadni, nem bírt, nem bírt élni vele. És akkor Isten a saját fiát küldte el. És a saját fiát, ahogy ezt már imádkoztuk, énekeltük, a saját fiában Isten, kiiktatta a bűnt. Bűnné tette a saját fiát, feláldozta a saját fiát, a saját fiának a vére által kifizette a mi bűneinknek a büntetését, magára vette az összes átkot, betegséget, szegénységet, ördögi elnyomást, és Jézus mindezeket azért tette, hogy bemutassa az Istennek az irántunk való szeretetét, és félretolta még az ellenünk szóló vádiratot is. És amiképpen, és ez az evangélium, amiképpen a hitetlenség kiszolgáltatott minket, annál még jobban, de legalább annyira, amikor te tudsz hinni a názáreti Jézusban megjelent isteni szeretetben és megváltásban, akkor a hit egyrészt összekapcsol Istennel, másrészt a hit az érvénytelenné teszi a bűnt. Amikor elfogadjuk az Istennek a szeretetét, amikor a hitünkkel kifejezzük, hogy Isten szavahihetőnek tartjuk, hogy megbízhatónak és hűségesnek tartjuk, akkor helyreáll a kapcsolat, összekapcsolódunk Istennel, és gyakorlatilag megszűnik a jog alap. Ezt szeretném, ha megértenétek hogy Jézus Krisztusban, amikor te hiszel, akkor megszűnik a jogalap. Nincs bűn. Ha nincs bűn, nincs ítélet. Ha nincs bűn, nincs átok. Ha nincs bűn, nincs betegség. Ha nincs bűn, nincs szegénység. Legalábbis a jogalapot Jézus kiiktatta. Amen. Ahol nincsen jogalapja a gonosznak, ott szabadság van. Ez az isteni jog. Ez az isteni törvény. Onnantól kezdve minden ezzel ellentétes beavatkozás, manipuláció az ördög részéről, egy jogcím nélküli, rossz indulatú beavatkozás, és tudhatod azt, hogyha te az Isten oldalán állsz, hogy az Isten ebben a dologban veled van. Az első és döntő lépés az, ahhoz, hogy megszabaduljunk, hogy meg kell szüntetni a jogalapot. És hogy a hitetlenség kiszolgáltatott minket, én most hívlak téged a hitre. Hogy hidd el, hogy fogadd el, és tartsad magadra érvényesnek azt, amit az Isten az ő szeretetéből tett, hogy a fiában, Jézus Krisztusban azért mutatta be az engesztelő áldozatot, azért tette bűnni, hogy te Isten igazsága legyél. Azért tette átokká, hogy te az Ábrám áldásának örököse legyél. Azért tette betegség férfiúvá, férfiává, hogy te az ő sebeiben meggyógyulj. Ha nincs bűn, akkor belép az Istennek az igazsága, és az Istennek az igazsága és a szeretete a szabadulásnak az első lépése. A szabadulás útján az első lépés. Igazából. Én megtérésre hívlak. Ha még úgy vagy itt, hogy nem ismered Jézust. Ha a hitedet még nem fejezted ki felé, akkor van egy lehetőséged, hogy a hitetlenségből átlépj hitáltal az Istennek a jelenlétébe. Sőt, többet mond Jézus. Azt mondja, hogy ha valaki befogad engem, elfogadja az én bűnt eltörlő, megváltásomat, elfogadja az Istennek a szeretetét, annak én hatalmat adok arra, hogy ők Isten fiaivá legyenek. Mert Isten nem csak a bűnöket törölte el, hanem amikor Jézus föltámadt és fölment a mennybe, akkor kitöltötte a szent lelket. És azt mondja az Isten, hogy téged, akit az ördög kifosztott, és a bűnbe belelökött, és a hitetlenségbe beletaszított, te, amikor hitet gyakorolsz, Isten fiává leszel. Te, amikor el tudod hinni, hogy Jézus, te érted jött el, te érted halt meg, te érted támadott fel, akkor te nem csak eltöröltetnek a bűneid, hanem Istennek a családjába kerülsz be. És Istennek a fia leszel. És a Szentlélek jön, és betölt, és bizonyságot tesz arról, hogy bizonyal ez a Jézus feltámadt a halálból. Én velem ez megtörtént, azért beszélek erről. És velünk nagyon sokunkkal megtörtént. De te úgy vagy itt, hogy még nem ismered őt személyesen, akkor én szeretnék egy lehetőséget adni neked, hogy a szívedben levő hitet a száddal kimond, mert így mondja Pálapostól, hogy szívvel hiszünk a Jézus Krisztusban megjelent igazságra, és a szánkkal, amikor vallamást teszünk erről, akkor megtart minket az Isten. Akkor érvényesé teszi bennünk az Isten az ő benne megjelent szeretetet, kegyelmet, igazságot, és te ma itt Isten fia leszel. De lenne még egy szózatom. Ma reggel Szentlélek szólt nekem, hogy szóljak azokhoz, akik ugyan már ismeritek az Urat, de meglankadtatok. Perspektívát veszítettetek. Beengedtétek a depressziót, a kilátástalanságot, a hitetlenséget. És meglazult ez a közösség az Isten és te közötted. Ő nem eresztett el téged, azt tudjad. Te továbbra is Isten gyereke vagy. De én hívlak, hogy most erősítsd meg, és emeld a szövetség szintjére a te elkötelezettségedet a feltámadott Jézus iránt. Mert a te szabadításodnak, a te szabadulásodnak a kulcsa, hogy higgy ő benne. Hogy egy élő, személyes kapcsolatban legyél ő vele. Amen? No, hát akkor én most imádkoznék. És úgy érzed, hogy ez az üzenet te neked szól, akkor kérlek, hogy ezt az imát mondd el velem együtt. Meg fogjuk vallani a hitünket, és segítségül hívjuk Jézus Krisztust, és ő ígérete szerint jön, és cselekedni fog. Mondjátok velem, föl is lehet állni, ez egy ünnepi pillanat. Most mész át a halálból az életbe, és az Istennel való szövetséget erősíted meg. Menjéi, atyám! Bátran, mennyei atyám! Én Jézus nevében itt állok előtted. Kérlek, hogy bocsáss meg nekem minden hitetlenséget. Amikor figyelmen kívül hagytalak téged, a te beszédedet. Én most megtérek, és elfogadom Jézust, az ő megváltását, kereszthalálát és feltámadását, mint az én rám érvényes megváltást. Hiszek benned, Jézus Krisztus. Isten fia, kérlek, bocsáss meg minden hitetlenségemet, és vigyél be engem az Isten fiúságba, az Isten családjába. Törd szét az igát az én életem felett, hiszen te vagy az én szabadítom, gyógyítom, mesterem, uram és Istenem. Köszönöm, atyám, most hatalmat adtál nekem, hogy Isten fiává legyek. És én most megerősítem az elkötelezettségemet, a szövetséget, amit Te veled kötöttem, Jézus vére által. Köszönöm nek neked. Amen. Amen. Az a kérésem, hogy akik most döntöttetek Jézus mellett, emeljétek fel a kezeteket. Hadd lássuk. Dicsőség az Úrnak. A végén fogunk még imádkozni, kérlek, hogy most foglaljatok helyet. Lépésről lépésre szeretném, hogy haladjunk. Ismét kérem, hogy a Róma 5.17-et tegyük ki. Tehát, ahol nincs bűn, nincs jogalap, ott szabadság van. Kérdés az, hogy hogyan valósul meg ez a szabadság. Ugye ebben a Róma 5.17-ben azt olvassuk, hogy ha egy által minden emberre elhatott a halál. És azt mondja, hogy mennyivel inkább uralkodnak ebben az életben azok, akik részesedtek a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködésében. Kik fognak uralkodni? Kik uralkodnak? Két ajándékban kell részesülni ehhez. Hagyjuk ki azt a róma 517 et hogyha lehet. Két ajándékban lehet kell részesülnünk, a kegyelem ajándékának a bővölködésében, és az igazság vagy megigazultság ajándékában a bővölködésében. Azt kell megvizsgálnunk, hogy mi ez a két ajándék, miután ajándék, ezért ez nem érdem szerint van. Oké? Okay? Tehát az ajándékot azt az ajándékozó adja csak úgy. Szeretetéből, jó kedvéből, szuper. Nézzük meg akkor először a kegyelem ajándékát. Isten szeretetének az ajándéka. Ennek a megismerése, ennek a megértése, és ennek az érvényesítése vagy elfogadása az, ami nekünk nagyon fontos. Hogyha odalapoztok az egyános János 4 a 18. verset olvasom, ott azt mondja, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, még nem lett teljesi a szeretetben. Ez a szeretet, tehát az Istennek a szeretetéről azt mondja János apostol, hogy amikor ennek a kegyelmi ajándéknak a bővölködése, tehát az Isten szeretetéről való meggyőződés, tudás, megismerés, megértés, meggyőződésé felemelkedik bennünk, hitté emelkedik bennünk, az a meggyőződés, hogy az Isten szeret, hogy az Isten az apukád, hogy az Isten jó. Hogy Isten feltétel nélkül és minden körülmények között veled van, mert hiszel az ő fiában. Hogy az Isten szövetséget kötött, egy egyoldalú szövetséget, aminek a feltételét Jézus töltötte be. És te hitáltal benne vagy ebben a szövetségben. Akkor azt mondja Jánoson keresztül a Szentlélek, hogy az Isten szeretetétől, szeretetéről való meggyőződés kiűzi a félelmet. Hogy tudunk az Isten szeretetéről meggyőződni? Én két dolgot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ugyanitt a 1 János 4-ben a 9. vers azt mondja, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete irántunk. Tehát figyeljetek a nyilvánvalóvá. Azt szeretném mondani, hogy ez figyelmet igényel, amiről én most beszélek. Ha meg szeretnél szabadulni, ha azt szeretnéd, hogy szabad legyen az életed, akkor most kérlek, hogy figyelj. Az Isten igébe olyan hatalom és erő van, hogy az megy és cselekszik. De ugye az izrael fiairól is mondják, hogy hogy azért nem használt nekik, mert nem párosították hittel. Tehát nekünk az Isten elvégezte a dolgokat, de egy nagyon fontos szerepünk, felelősségünk nekünk van, hogy mi hallgatjuk. Jó? Ö, itt hétről hétre, Valóban igyekszünk kincseket elébe tárni, és elétek tárni. És valóban azzal töltjük az időnket, hogy ezeket a kincseket ássuk. És én abban hiszek, hogy ez az ige olyan erős, hogy ez képes azt a szabadságot létrehozni az életünkben, amire mindannyian vágyunk. De ezt az igét nekünk kell fogadnunk. Úgy mondja a Jakab levél, hogy szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, ami megtarthatja a lelketeket. Tudjátok, a csia fordítás ezt nagyon jól mondja. Hát úgy örültem neki, hogy olvastam. Azt mondja hogy, hogy nem, azt mondja, hogy szelítséggel, tehát a szelítség az nem ez a bamba vallásos áhítat. A szelítség az, hogy örülök, hogy egyetérthetek és alárendelhetem magamat Istennek. Szelítséggel fogadjátok, azt mondja a csia, a veletek egyén növő, összenövő igét. Az ige, amikor megy, akkor belen nő, egyén nő, mint amikor vese átültetés van, és a vese beágyazódik abba a szervezetben. Amikor bejön az Isten igé, akkor benned így hop, belép. És egyén növő, veletek egyén növő igét. És a Róma 4-ben ugyancsak a csia, az azt mondja, az Ábrahámot a hit hatalomra emelte. És így nyerte el az ígéretet. Tehát amikor ez a egyénövő ige, az ige bejut az életünkbe, az fölé emel a hatalomra. Akkor a hit egy olyan meggyőződésé válik, amelyik működő erővé valósággá lesz az életünkben. Ezért minden egyes ige hirdetés, értitek, egy lehetőség arra, hogy Isten megoperáljon. Most nő az ige össze, értitek? Az Isten szeretetéről maga az Isten azt mondja, hogy amikor ezt megértjük, kiűzi a félelmet most hogy lett nyilvánvalóvá? Hogy tudunk meggyőződni arról, hogy az Isten valóban szeret bennünket? Én két dolgot találtam ezzel kapcsolatosan. Az egyik, amit felolvastam, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy Isten az egyszülött fiát elküldte a világra, hogy a kereszten feláldozta értünk, hogy mi ő általa éljünk. Ebben, ha a figyelmünket erre fordítjuk, ha erre ezen gondolkozni, és nem a körön gombán, ahogy szoktam mondani. Ha erre figyelsz, hogy az Isten ennyire szeretett, és ennyire szeret ma is, hogy az Emil is mondta, lehetetlen, hogyha a legdrágábbat odaadt, akkor vele együtt ne ajándékozna mindent. Ő potenciálisan mindent nekünk ajándékozott. Amen. És ahogy gyönyörködünk az Istennek ebben a szeretetében, akkor, és ránézünk a keresztre, és felemeljük a tekintetünket a saját dolgainkról, arra a szeretetre, amivel az atya elküldte a fiút. Arra a szeretetre, hogy Jézus fölment a keresztre. Arra a szeretetre, hogy kitartott ott mellettünk. Arra a szeretetre, hogy amikor folyt ki a testéből a vér, és tele volt fájdalommal, akkor sem mondta azt, hogy elég. Akkor is azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És azt mondta, hogy elvégeztetett, végigcsináltam, megmentettem őket. És ebben el, erre néz a szívünk, a lelkünk, az értelmünk, akkor megértünk az Isten szeretetéből a leglényeget. Mert ott jelent meg a kereszten az Istennek a szeretete. A másik, a római levél ötödik fejezetében az ötödik vers, az azt mondja, hogy az Isten szeretete a Szent Szelem által töltetett ki a szívünkbe. Tedd ide a kezedet. Így ide. Az Isten szeretete itt van. Vagy itt, vagy itt, valahol itt. Itt van. Az Isten szeretete a Szentlélek által bennünk van. Nem kell lehoznunk. Nem kell kiérdemelnünk. Isten az úri jókedvéből, amikor betöltött Szentlélekkel, akkor az ő szeretetét töltötte ki a szívünkbe. Bennünk van. Annak szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. A szabadító bennünk van. Az Isten szeretete bennünk van, és a Szentlélek bizonságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk. Hogy Isten szeret, hogy Isten jó. Mérhetetlenül jó. Tehát a keresztről és a Szentlélek téteréről. Egyik reggel fölébresztett az úr, és a következőt, hát gyakorlatilag diktált, hogy, elolvasom nektek. Miért élvezzük annyira az Istennek a jelenlétét a dicséretben, az imádásban? Miért? Miért okoz olyan, olyan frenetikus érzést, olyan két, nem lehet másképp mondani, amikor az Istennek a jelenléte az Isten betölt? Miért? Mit gondoltok? Mert ő a feltétlen, az önfeláldozó, szeretet. Mert ő hisz bennem. Hisz és bízik bennem. Ő szeret. Mert közli velem, hogy a fiaként tökéletesnek lát. Hogy Krisztusban teljesített és szeret. Hogy kockázat nélkül érzem ezt a szeretetet, és én kockázat nélkül megnyithatom. Megnyithatom magam ő neki mert ő nem fog visszaélni, mint annyi más mindenki. Mert ő hűséges, mert ő megbízható, mert ő átölel, megvigasztal, megsegít, felemel magához. Biztonságban vagyok benne. Ezt éljük át. Nem fogalmazzuk meg a gondolatainkban, de a Szentlélek szorongatja a szívünket az Isten szeretetével. Ő nem él vissza a nagyságával, az erőfölényével, hanem értem él, és velem él. Ő kivirágoztat. Ő kreatívvá tesz. Ő úgy szembesít magammal, hogy változásra ösztönözzön. Ő egy jó apa. Amikor így betölt minket az Isten szeretete, a Szentlélek, akkor ezt éljük át töményen. És minél töményebben, minél inkább, minél vágyjuk, minél jobban szomjazzuk, kívánjuk, sóvárjuk az Istennek a szeretetét, a félelemnek annál kevesebb helye marad. Amen? És az Istennek ez a módszere, hogy kiűzi az Isten az ő szeretete által a félelmet. Ugyanis, több démonról is beszél, gonosz szellemről is beszél az Új Szövetség, és ezek közül szerintem kiemelkedő szerepet tölt be a félelem. A 2. Timóteus 1. hétben azt olvassuk, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk. Nem a félelem, ez egy gonosz szellem. A félelem egy gonosz szellem. És a családjába tartozik a depresszió, a kilátássalanság, a reménytelenség, a csüggedés, a csalódottság, a vereség és a kudarcézés, és így tovább. Ezek neked az ellenségeid, amikor ez egy életérzésként megjelenik, hogy kilátástalannak látod, hogy az Istenben bízzál, akkor az ellenség működik a veled szemben. De az Isten erre adott megoldást, mert az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Amikor benne vagyunk, és részesedünk Istennek a szeretetéből, ebből a boldog önfeláldozásból, amit ő adott, akkor leszünk képesek mi is önfeláldozó életet élni. Élvezem őt, élvezem a, a vele való közösséget, élvezem azt, hogy ő szeret, és én is szerethetek. Drágáim, mi erre lettünk teremtve. Mi szeretetre lettünk kitalálva. Az ember szeretetre lett kitalálva. Szeretetre vagyunk hangolva. Amikor a szeretetnek a hóriát pengetik, akkor, akkor mozdul a személyiségünk, akkor életre kap, akkor, akkor van a helyén. És az Isten ezt a húrt pengeti, és ez a szeretet, a meggyőződés, az Isten irántunk való minden értelmet és képzeletet felül haladó szeretetéről, ennek a mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága, mondja Pál az Ephésiusi 3 háromban, ezáltal erősödik meg a belső ember, és ez űzi ki a félelmet. Lehoztuk ezt mi a természetes szintre. Szerelmesek. A szerelem az Istentől van. A Rómeus, Júlia, értitek, a halálig hűségesek voltak egymáshoz, mert olyan szerelem volt közöttük. Ez egy gyönyörű regény, de hányszor? Hányszor érzi á, éli át az ember a szerelmével kapcsolatosan, hogy mindent. A szülő és a gyerek kapcsolat. Az az Isten találta ki azt a szeretetet. Szülők, odaadnánk az életünket a gyerekünkért? Odahát. hát. Oda hát, mert az a szeretet az Istentől van. És ez a szeretetben van a legnagyobb boldogság. És ez a szeretetben akarja Isten, hogy növekedjünk, és ez a szeretet kiűzi a félelmet. Oké. Első pont az Isten kegyelmében való, kegyelmi ajándékában való bővölködés. Megszabadít a félelemtől. Második pont. Az Isten igazsága. Az igazságában való bővölködés. Az, hogy igazzá lettünk. Mit jelent ez az ajándék? Ahogy az Isten szeretetével szemben az ördög a félelmet állította, ami megpróbál elidegeníteni az Istennek a megbízhatóságától és a szeretetétől, ugyanúgy az Isten igazságával szemben mert Isten azt jelenti, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Az az Isten igazsága. Az az Isten igazsága, hogy Krisztusban te Isten fia vagy. Az az Isten igazsága, hogy Krisztusban a fiak szabadok. És hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Az ördög meg megpróbálja elhitetni, és az a szolgaságnak a szelleme, megpróbálja elhitetni velünk azt, hogy ez nem igaz. Hogy ez nem igaz, hanem még mindig szolgák vagyunk. És ezért mondja a Római Levél 8. fejezetében a 15. vers, hogy nem a szolgaságnak a szellemét kaptuk a félelemre, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak, hitnek, a fiúságnak a szellemét, amely által kiáltjuk, hogy abba adja. Tehát az Istennek az igazsága a szolgasággal ütközik amikor megpróbálja az ellenség ellitetni veled, hogy te átkozott vagy. Akkor hazudik. Mert meg van írva, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, és se Krisztusban az Ábrám áldásának az örököse vagy. Amikor megpróbálja az ellenség elítetni azt, hogy te jogszerűen vagy beteg, hogy megérdemled. Mert mit tudom én miért? Valamit kitalál mindig. Akkor hazudik, mert meg van írva, hogy a betegségeinket és a fájdalmainkat ő viselte. És az ő sebeivel meggyógyultunk. Te Krisztusban egészséges vagy. Amikor hányan jöttek már nekem, és azt próbálták elmondani, hogy de hát az őseimtől azt örököltem, hogy cukorbeteg leszek, meg idegbeteg, meg mindenféle szívinfarktus, meg rák, meg hasonló jók meg a családi problémák, meg a vállás, meg a nem tudom mi. Ezt tudod, meddig hiteti el valakivel? Amíg meg nem erősödött, és nem bővölködik az igazság ajándékában, a kegyelmi ajándékban, az igazságban. Hogy az igazság az, ami az 1 Péter 1.18-ban megvan írva, hogy Krisztus megváltott minket a tulajdon vére által, az őseinktől örökölt hiába való életből. És már nem, a bűn és a halál törvénye érvényes. Nem az őseidnek az átkai, az őseidnek a kötelékei érvényesek az életedben. Az igazság az, hogy a Krisztusnak az öröksége az a tiéd. Bizony. És ezek az igék. És még sorolhatnám, sorolom is. Azt mondja itt a Pálapostól a Roma 5.17-ben, hogy, hogy az igazság ajándékában való bővölködés vezet minket uralomra. Hogy uralkodni tudunk ebben az életben. A kegyelem és az igazság ajándékában. Az igazság ajándékában való bővölködés az úgy gondolom azt jelenti, hogy megegyezek az Istennek az igazságával. Egyé válok, összenövök, ahogy a csia mondja, hogy összenő az ige velem, és megegyezem az Isten igazságával, és az az Istennek az igazsága hatalomra emel engem hitáltal. És az igazság mellett állj ki. Tudod azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van? Tudod azt, hogy azt mondja Jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek? Hát sokszor, amikor jön egy probléma, már mindent kamillázunk, már mindennel intézkedünk, már megtesszük, amit lehet, és azt nem üteszünk be, hogy hé, hát ezt nem engedöm meg neked. Hát te nevelem ezt nem csinálhatod. Hát én Isten fia vagyok, én nem átkozott, hanem áldott, én nem beteg, hanem gyógyult, én nem generációs átkok, meg démonok fogságában vagyok, hanem szabad vagyok, mert az Isten fiainak a szabadsága, és engem a fiú megszabadított, és én valóságosan szabad vagyok. És azt mondja Jézus a János 8-ban, és megismeritek, Egyén nőtök ezzel az igazsággal, az Isten igazságával, és maga az igazság szabaddá tesz. Ez munka. Ez munkát, figyelmet igényel. Ezzel foglalkozni kell, hogy megismerjük az Istennek az igazságát. Hogy megértsük az Isten igazságát, és hogy elfogadjuk és érvényesítsük az Istenek ezt az igazságát. Lehetne nekiállni azonnal démonokat űzni, mert Jézus is tette, és jól tette. És mi is tesszük és jól tesszük. De én arról vagyok meggyőződve, hogy amikor mi megértjük és betelünk az Isten szeretetével, Bővölködünk a kegyelmi ajándékban, és bővölködünk az igazságnak az ajándékában. Ez az a fundamentum, ez az a az talpazat, amin, hogyha megállunk és ellene állunk a ránk támadó gonosznak, akkor az el kell, hogy fusson. Tessék ezen most gondolkodni. Kérem, tisztelettel. A szeretetben és az igazságban való megalapozódás a szabadságnak, és különösen a szabadság megtartásának létfontosságú, kulcsfontosságú feltétele. Amen. Jézus mindent elvégzett. Jézus tényleg mindent odaadott. Ő csak azt kéri tőlünk, hogy a figyelmünket emeljük fel a tekintetünket arra, amit ő elvégzett. Hogy azzal foglalkozzunk a hitünket emeljük fel ő hozzá. És mindaz beteljesedik. sokkal inkább ebben az életben uralkodnak az Egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Szeretnél uralkodni? Ebben az életben, Jézus Krisztusban? Akkor azzal kell foglalatoskodnunk, hogy bővölködjünk az Isten szeretetében, és bővölködjünk az Isten igazságában. És ez nem egy elméleti fikció, hanem egy konkrét valóság. Amen. A harmadik az uralkodás. Az érvényesítés, a hatalommal való érvényesítés. Ugye ennek? Tehát ez az a rész, amikor bejönnek azok az ígéretek, igék, amit Jézus mondott a Lukács 10.19-ben, hogy én hatalmat adok nektek, hogy kigyón és korpión tapodjatok az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nektek. Tehát kaptunk hatalmat, nem vagyunk kiszolgáltatottak. Ennek az egésznek az alapja, Jézus megváltása, amit a Kolossé levélben úgy olvasunk, hogy Jézus lefegyverezte az ellenséget, elvette az ördögnek a fedvereit, mert az ördögnek egyetlen egy módon van legális a joga az emberi élethez, az a bűn. Csak akkor van neki legálisan joga az életedhez, ha bűn van az életedben. Na most ez mire vonatkozik? Hogyha csináltál egy rosszat, akkor már van joga hozzá? Bizonyos mértékig talán. De van egy jó hírem. Hogy abban a pillanatban, amikor te odamész a kegyelemnek a trónjához, és Jézushoz, Jézus vérét kéred, hogy az megtisztít minden hamisságtól. Mert az van megírva, hogy ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. És erre Péter megkérdezi, hogy de hányszor? Még hétszer is? És erre azt mondja Jézus, hogy nem hétszer, hanem naponta hétszer, 77-szer. Végére mehetetlen kegyelemben lettünk részesítve, de nekünk kell oda menni a kegyelemnek a trónjához. Nekünk kell ezt megtenni, és nincs... Én azt szeretném, hogy ne gondold azt, hogy neki van jogalapja az életedben. Ha abban a pillanatban, amikor hiszel Jézusban, abban a pillanatban megszűnt a jogalap. Mert nincs bűn, és nincs... Oda van szegezve, Kolossal Levél azt mondja, még a vádiratot is oda szegezte Jézus a keresztfára. Amen! Tehát akkor, amikor érvényesítjük hatalommal az Úr Jézus nevében, hiszen így van megírva már 16-ban, hogy akik hisznek, az én nevemben betegekre vetik a kezeiket, azok meggyógyulnak. Az én nevemben démonokat üznek. Amikor ezt érvényesítjük, érvényesítjük, akkor nem csinálunk mi már gyakorlatilag szinte semmit. Az igazi munka a szeretetben és az igazsággal való összenövés. Itt csak azt érvényesítjük, amit Jézus már elvégzett. Azt mondjuk, hogy menj ki a Jézus nevében, hagyd el a Jézus nevében, és neki mennie kell. Mert a Filippi 2-ben meg van írva, hogy Jézus neve olyan hatalmas, hogy az ő nevére mindent térd meghajol. A leghatalmasabb az egész univerzumban. ki, földieké, föld valóké. Ez nem, nem nekünk kell itt valamit produkálni. Mi élhetünk, fel vagyunk hatalmazva arra, hogy éljünk ezzel. De a szabadságunk akkor lesz valóságos és tartós, hogyha a kegyelem és igazság ajándékában bővölködünk. Mert különben megy a libikóka. Jön, megy, mint a távirat. Vagy hát jöhet, mehet inkább. Ö, Jézus azt mondja a Lukács 11.20-ban, hogy amikor én, most összekombinálom a Máté 12-t, meg a Lukás 11-et, mind a kettőnk ugyanazt mondja, hogyha én a Szentlélek által, Isten újjával kiűzöm belőletek a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Az Isten országa az így működik. Jön Szentlélek által, és mennek kifelé a démonok. Az Isten szeretete üzi ki a félelmet. Ja, még a szolgaságról valamit szeretnék mondani. A szolgaság a leggonoszabb és legutálatosabb szellem. Megmondom miért. Arra találta ki az ördög a szolgaságnak a szellemét, és kedvenc vallási, vallási ember, vallásos embereket használ ennek a terjesztésére. Ugyanis a szolgaságot arra találta ki, hogy te ne az Istenre néz, te ne fogadd el, és ne higgy abban, hogy Isten fia vagy, hanem valamiféle szabályok meg törvények betartása által majd kiérdemled a jó teljesítményeddel azzal, jó teljesítményeddel azt, hogy rendes és jó szolga vagy. Ez a szolgaság szelleme nem akarja engedni, hogy megértsék az emberek az, hogy Isten pedig a fiává fogadott minket, és az örökösévé tett minket. Ezért a szolgaság szellemével így, így állj szembe. Mereven, ne engedd, ne engedd, hogy károztasson, ne engedd, hogy félelemmel eltöltsön, ne engedd meg, Végig arról beszélít Pál, hogy álljatok ellene, azt a Jakab mondja. De Pál is mond ilyeneket. Erről beszél, ne kös kompromisszumot, ne törődj bele, mint fű a gatyába, hogy hát velem ez van. Ne tűrd meg az életedben, és ezt magamnak is mondom. Ezt a kis ezt, ezt a kis azt. De nem azért, mert az Isten haragszik, meg hogyha megtűröd, hanem azért, mert Jézusban megjelent a szabadító. És ott van a szabadító az életünkben. Amen. Hát jó van. A házat akkor nem tudjuk, nem hagyjuk üresen, amikor kimennek ezek a gonosz szellemek, ha betelünk az Isten szeretetével és az igazságával, akkor tele van a ház, akkor megmarad a szabadság. Még egyszer mondom, én csöppet sem becsülöm le azt, hogy kiűzni a tisztátalan szellemeket. De ez bárki, aki hisz, meg tudja tenni. Te, ha hiszel, megmondod neki, hogy takarodj a Jézus nevében, és hiszel az Isten szeretetében, és az Isten megjelent igazságában, akkor az el fog menni. El fog menni. Nem kell hozzá a big, 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 big szolgáló testvér. Te kell lesz meg a hit. A te hited. Ha a big szolgáló testvér tud esetleg segíteni, nem baj. De ezt úgy gondolom, hogy Isten minden fiának ott van ez a lehetőség. Halleluja. Na jó. Nézzük meg Jézusnak a szolgálatában hogy miféle, tehát ugye most néhány ilyen tisztáltan szellemet, amit az új szövetség említ, én most nektek a figyelmetekbe ajánlanak, nem azért, hogy ezzel foglalkozzunk, hanem azért, hogy tudjad, hogy ha ez ott van, akkor ki fog menni. A szeretet és az igazság ajándékának a bővölködésében, a Jézus nevében ezeknek takarodó van. Amen. Az első volt ugye ez a félelem, amiről beszéltünk, amiről beszél a Timóteus levél, meg a szolgaságnak a szelleme. Aztán a Lukás 13.11-ben, mert a Márk 1 ahogy felolvastam az elején, a Péter anyósában betegség szelleme volt. Meg ebben a 18 éve meggörbet asszonynál is Jézus azt mondja, hogy nem kellett ezt eloldoznom, akit a betegség szelleme megkötözött 18 év óta. És Jézus én azt mondom, hogy minden betegség mögött tisztátalan szellem van. De azt mondom, hogy lehet. És Jézusnak a gyógymódja az volt, hogy kiűzte őket. És meg is gyógyultak ezek a betegek. Aztán vannak kényszerítő gonosz szellemek. A Márk evangélium 5. fejezetében olvasunk a Gadarénusnak a történetét akit ezek a gonosz szellemek rákényszerítették arra, hogy sírboltokban lakjon, hogy magát megvagdossa, hogy láncokkal kellett lekötözni, hogy ne féktelenkedjen. És jött Jézus, és megszabadította. És az ember normális lett, és leült, és hallgatta a mestert. Vagy ott volt, a Márk 9-ben, szintén le van írva, a holtkoros fiúnak az esete, akit a tisztátalan szellem tűzbe meg vízbe dobott, hogy megölje. Na most ez Jézus szolgálatában volt, és nyilvánvaló szerintem az, hogy Jézus, ezek az emberek nem nagyon tudtak sem a kegyelem, sem az igazság ajándékában bővölködni, se a gadarénus, se a holtkoros fiú. Tehát Isten belép ilyenkor is az ő szabadításával és szeretetével. De annyit szeretnék a figyelmetbe ajánlani. És ezt nyilván én nem tudom megmondani neked azt, hogy most benned van, vagy kívülről támad, de hogyha valami kényszerít téged, valami ö, nem, nem enged élni téged, valami ellopja az életedet, valami ö, olyan köteléket hoz létre az életedben, ö, kényszerít, akár az indulati területen, akár szenvedélyekkel, akár menekülések, pótcselekvések, szex, vagy kábítószer, vagy bármi területen, akkor én azt tudom neked mondani hogy állj ellene. Jézus nevében hatalmat kaptál, hogy ellene álljál, és el fog futni. Azért fog elfutni, mert ezt mondja az Isten igéje, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ne törődjünk bele abba, hogy falánkak vagyunk, mondom magamnak is. Ne törődjünk bele abba, hogy cigaretta, vagy kábítószer, vagy pornográfiának a kötelékei között vagyunk. Én nem tudom, benned van, vagy kívülről támad, de ne törődj bele, mert meg vagy szabadulva. Mert hol az Úrnak a szelleme, már pedig te benned ott van az Istennek a szelleme, ott szabadság van. És állj ellene, és el fog futni. Pál és Péter is szolgáltak ebben. Gondolkodtam, hogy hol van ez leírva. Amikor az Abcsel 19-ben Pálapostól Efézusban van, azt olvassuk, hogy a testéről nem közönséges csodákat cselekedett az Isten, mert a testéről kendőket vittek el, és betegekre helyezték, meg olyan emberekre, akik démonizál, démonikus kötelékbe voltak, és azok meggyógyultak és megszabadultak. És utána olvasuk a skév ugyanebben a fejezetben, a skéva fiait, akik azt úgy, úgy próbálták kiűzni a tisztátalan szellemet, hogy kényszerítünk téged. A Jézus nevében, akit a pál prédikál, ezek valamit. El, én ezt gondolom, ellesették hát a pál valamit csinált, hogy a pál így csinálhatja. De hát őnekik ugye nem volt jogosultságuk, mert nem voltak Istennek a fiai, hanem csak praktikusok voltak. De a pál is végezte ezt a szolgálatot. Vagy az apostolok cselekedeteinek az ötödik fejezetében Péter apostol, akinek azt olvasok, hogy, hogy ment, és az árnyékától is, Meggyógyultak és megszabadultak az emberek. És a következő versben azt olvasjuk, hogy még a környékről is a betegeket és a különböző démonizáltakat, és akiket odahoztak, azok mind meggyógyultak, és a démonok kimentek belőlük. Nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik ott meggyógyultak, megszabadultak, már hívők voltak, vagy még nem voltak hívők, csak azt tudjuk, hogy a Péternek volt szolgálata ezen a területen, és úgy gondolom, hogy a többi tanítványoknak is. Végül az 1 Timóteus 4-ben, ezt oda lapozok, mert ezt fejből nem tudom, az 1 Timóteus 4-1-3-ban a legutálatosabb démonok egyikét említi meg Pálapostól. Az utolsó időben pedig, mondja a Szentlélek, némelyek elszakadnak a hittől, és hitető szellemek és gonosz szellemek tanításaira figyelmeznek. Hazug beszédűeknek a képmutatás által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett háladással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Hát először én itt azt gondoltam, hogy ezek ilyen, ilyen aszkéták, akik az étkezéssel meg a házassággal vannak elfoglalva. De nem erről van csak itt szó. Én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy a szolgaságnak a, a szellemével pro, pro, működtek ezek a tévtanítók, akik azt tanították, hogyha eleget ö, böjtöz, és eleget tartózkodsz a házasságtól, meg eleget ezt csinálod, meg eleget azt csinálod, meg majd így csinálod, meg majd úgy csinálod, meg majd amúgy csinálod, akkor majd az Isten jó lesz hozzád. Akkor majd kiérdemled az Istennek a szeretetét. És erről a tanításról, amelyik el akarja vonni a figyelmünket arról, hogy a mi Istenünk, a szerető édesapa, az atya, aki Jézusban kijelentette magát a számunkra. És hogy a mi igazságunk nem magunktól van, mert Pál is azt mondja, hogy nincs igazságom a cselekedeteim által, hanem az én igazságom Jézus Krisztusban való hitem által van. És ez a tanítás, és ezek a tisztátalan szellemeknek szintén azt tudom mondani, hogy mereben, meredeken álljatok ellene. Tehát, amit én ma szerettem volna, és szeretnék elmondani neked, hogy az Isten Téged mérhetetlen módon szeret, és azt akarja, hogy bővölködjél az a kegyelmének az ajándékában. És az Isten szeretete a legnagyobb részt elvégzi, kűzi a félelmet. Az Isten Jézus Krisztusban neked ajándékozta az igazságát. Te magad vagy Istennek az igazsága. És mind azok a dolgok, amiket Jézus elvégzett a kereszten, azok az igazságok, amikor összenőnek veled, a hited által hatalomra emelnek téged, és szabaddá tesz. Maga az igazság, amikor megismered, szabaddá tesz. És a harmadik, amit szerettem volna, és szeretnék mondani neked, hogy igenis kaptunk hatalmat arra, hogy ellene álljunk a gonosznak és elfusson, kaptunk hatalmat arra, hogy tapossunk a kígyónak, a skorpiónak a fején, az ellenség minden erején, és ne félj, mert semmi nem árthat neked. És nem kell ehhez neked valami, nem tudom micsodának lenni, hanem egyszerűen akik hisznek, azok Jézus nevében ellene állnak ezeknek a legyőzőt, lefegyverzett jogcím nélküli gonosz lényeknek, és azoknak el kell menniük. Tudtok erre álmond mondani? És ne féljetek tőle. Ne féljetek. Ez egy napi gyakorlat. A szunyog, csak profán mondom, amikor jön egy szunyog, és rád száll, és érzed, hát akkor nem kezdesz imádkozni a szunyoghoz, hogy szállj el innen, a Bogárka. Oda csapsz, és kész. És mész tovább. Az élet nem a démonokról szól, az élet Jézus Krisztusról szól. Amiről én beszélek, az a szabadulásnak az útja, hogy azoktól az akadályozó gonosz erőktől, amik minket az Isten megismerésében, követésében próbálnak akadályozni, hátráltatni, Jézus elhozta a szabadulást. Jézus megoldotta ezt a kérdést. És mi hitáltal ezt birtokba vehetjük. Hát ennyit szerettem volna ma nektek mondani. Az Úr áldjon meg benneteket, elmélkedjetek, gondolkodjatok ezen. Legfőképpen az a javaslatom, hogy teljetek be, és teljünk be az Isten szeretetével. Teljünk be az Istennek az igazságával. És utána vegyed a bátorságot, és te magad rúgd ki. Rúgd ki. Rúgd ki. Ne kös vele üzletet, ne kös vele kompromisszumot. Rúgd ki. Kérlek benneteket, hogy álljunk fel. Szerintem tudjátok, hogy mi fog következni. A kézrátételnek speciális formája. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. Nevezetesen ezt mostanában úgy szoktuk, amikor én szolgálok, hogy megfogjuk egymás kezét. Látom már, fogjátok. Fogjuk meg egymás kezét. Szeretném, hogyha összekapcsolódnánk. Én abban hiszek, hogy amikor ezt tesszük, akkor áldást osztunk meg. És Kézrátétel gyakorlunk. A kézrátétel nem csak így történik, vagy amúgy történik, hanem a nem így, hogy fogod a, fogod a testvérednek a kezét. El szeretném, hogyha mondanánk egy, fog meg a kezét, fog meg a kezét, hidd el, hogy a benne levő szent lelek, meg az ő hitel, persze nem fogod akkor is, de fogod, akkor még egy igazságot betöltünk, mert akik hisznek, betegekre vetik a kezeiket, meggyógyulnak, Démonokat üznek. Ezt töltjük be, ezt az igazságot ilyen egyszerű módon. A feriék azok nagyon szorosan, szoros emberfogásban vannak. Jó van. Elmondunk egy imát, és kérlek, hogy mondd el velem együtt. Amiről prédikáltunk, azt én most szeretném, hogyha a szívünkbe levő hitet a szánkkal megvallanánk, és utána pedig ö, meg is fogjuk mondani, hogy takarodjon el. Ki fogjuk űzni. Nem kellettől rémüldözni, hogy ki fogjuk űzni. Ki fogjuk űzni. Jézus nevére neki muszáj lesz mennie. Úgyhogy ne lepődj meg azon, hogyha ki megy, hanem örülj neki. Jó? Ha meg nem megy ki, mert nincs is ott, akkor ne izgulj miatta. Hát ez nem egy ilyen megfelelési kurzus. Menj el, atyám. Köszönöm neked Jézus megváltását. Köszönöm, hogy az ő vére kivásárolt engem a sötétség minden hatalmából. És átvitt a te országodba, amely igazság, békesség és a Szent Szellemnek az öröme. Köszönöm a szabadulás útját. Köszönöm Jézus, hogy eltörölted a bűnt, megszüntetted a jogalapot az én életemben az ördög számára. Én ebbe hiszek. Teljes szívemből hiszek. Ez nem az én teljesítményem miatt van, hanem azért, amit te elvégeztél a kereszten. Atyám, elfogadom a te szeretetedet, ami Jézus Krisztusban megjelent. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Hogy elszenvedted a büntetést helyettem. Köszönöm, hogy feltámadtál. Felmentél a mennybe. És elküldted a Szent Szellemet. Drága Szent Szellem. Köszönöm, hogy te általad Istennek a szeretete itt van a szívemben. Kérlek, Szent Lélek, bővölködtes engem az Isten szeretetében, az Isten kegyelmében. És köszönöm, hogy most kiűzöd a félelmet, a szorongást, az aggódást, a depressziót, a kétségbeesést, a reménytelenséget, a csüggedést, a csalódottságot, és az összes többit. Takarodjatok az életemből, mert én nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúságnak a szellemét. Köszönöm, Atyám, hogy a Te igazságod megjelenti Jézus Krisztusban. Te vagy, Uram, az igazság, és én megismertelek Téged, és megvan írva, hogy megismeritek az Isten igazságát, és az igazság szabaddá tesz. Én Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok. Isten fia vagyok. Nem átkozott vagyok, hanem áldott. Nem beteg vagyok, hanem meggyógyultam Jézus sebeiben. Nem az őseimnek a hiába való sorsa, hanem Krisztusnak az élete tombol erősen én bennem. Mert Jézus vére megváltott, kivásárolt az őseimtől örökölt hiába való életből. És ezért az Úr Jézus nevében ellene állok az átkoknak, a betegségeknek, a familiáris átkoknak, minden gonosz szellemnek. Akár vagytok, akár nincsetek, nem vagytok. Takarodjatok tőlem. Semmi közöm hozzátok. Azért mondom ezt, mert lehet, hogy csak egy jó emberi dolog, de lehet, hogy démon. Zier van zier, rúgjuk ki. Nagy bajt nem teszünk. Köszönöm neked, Uram, hogy ahol a te szellemed van, ott szabadság van. És én elszakítom magamat. Minden kényszerítő gonosz szellemtől. Ezeket bűnnek is ítélem kábítószert, paráznaságot, minden indulati bűnt, és ezekkel szembe fordulok, és nem fogsz engem ide-oda rángatni, hanem ellened állok, és elfutsz tőlem, eltakarodsz az életemből, az Úr Jézus nevében. Betegség szellemei, nincs jogotok hozzám, mert én meg vagyok váltva. Meggyógyultam Jézus sebeiben. Ezért megdorgállak, és parancsolom, hogy takarodj belőlem, menj ki rólam, tőlem, a testvéremből is, akinek a kezét fogom. Gyógyulj meg a Jézus nevében! Testvérem, gyógyulj meg Jézus nevében! Mert ez az igazság. Köszönöm neked, Uram, hogy nem a hitetlenség, hanem a hitnek a szellemét kaptam tőled, az erőt, a szeretetet, a józanságot, a hitet és a fiúságot. És Istenem, ezzel a szabadsággal, amit te tőled kaptam, szolgálni akarok. Kérlek, tegyél engem képessé és alkalmassá. És tudom, hogy ezt te elvégezted. Mert megvan írva, hogy az alkalmas voltunk nem magunktól, hanem Istentől van. Aki meg van írva, és én ezt elfogadom, hogy alkalmassá tett ennek az új szövetségnek, a szabadítás szövetségének a szolgálatára. Ezért én most oda szánom magamat, hogy azt a szabadságot, amit tőled kaptam, a te kegyelmedből, a te szellemed által, meg akarom ismertetni azokkal, akik még fogságban vannak. Kiváltság nekem, Uram, hogy a gyereked lehetek, hogy szolgálhatlak téged a te fiad evangéliumában. Legyen minden dicsőség a tiéd. Te szereteted ér, a te igazságod ér, a te hatalmad ér, a te, te jóságod ér. Jézus nevében! Ámen! Ámen! Dicsőség az Úrnak! No! Fogjuk dicsérni az Urat! És az a az lehetőséget szeretnék adni, hogyha szeretnél imád kérni, mert úgy gondolod, hogy te neked ebben segítségre, támogatásra van szükséged a hitetben, akkor vagyunk itt elől, Ervén, Emil, jó magam is, Szívesen imádkozunk érted, és a hitünket összekapcsoljuk, és a fogságnak vége. Tehát dicsérjük az Urat, és aki szeretne imát kérni, az gyere előre, és fogunk érted imádkozni.